Adecco IT Academy 10. Robotika. Gyertek, kezdünk! Az Adecco IT Academy 10. rendezvénye újra magas színvonalon jelentkezett, és bepillantást engedett a nem is távoli jövőbe. Az Adecco elég sok kutatást végez azon a területen, hogy milyen munkaerőpiaci trendek várhatóak. Tehát a robotok milyen módon fogják befolyásolni a munka világát. Egyes szakértők szerint nagyon sok munkahelyet el fognak venni a robotok, viszont mások azt mondják, hogy főleg a rutin munkákat fogják kiváltani, és ezáltal a munkavállalók sokkal értékesebb projektek megvalósítására koncentrálhatnak majd. A jubileumi alkalommal a résztvevők a szokásos szakmai előadásokon felül látványos show elemeket láthattak, és egy robot kiállításon bemutatón is részt vehettek. Két előadónk lesz, az első előadó az kifejezetten arról fog beszélni, hogy milyen trendek várhatóak mostanában a robotika területén, a második előadó pedig a házilag készítendő robotokról fog tartani egy értékes előadást. Úgy gondolom, hogy elsősorban a személyi robotok és azok a robotok, amelyek valamilyen formában akár mesterséges intelligencia alapon segítik majd a mindennapi tevékenységünket, lesznek az igazi jövő. A fiatalabb generáció is érdeklődve figyelte a robot bemutatót, majd az azt követő előadást, amelyből kiderült, hogyan készítsünk robotot házilag. Az a fő üzenete az egyesületünknek, hogy a robotépítés egy elérhető, megfizethető, kiteljesíthető hobbi, anélkül, hogy az ember az egész életét erre rááldozna. Az este fénypontja a robotok kipróbálása és az előadókkal való beszélgetés volt, amellyel mind a résztvevők, mind a szervezők elégedettek voltak. Tetszett, hogy láttam, hogy úgy oda tették a szervezők is magukat, hogy az információkat összeszerezték, tehát hogy összegyűjtötték az, ami a lényeg, és szerintem jó volt. Ez most egy nagy rendezvény volt. Több mint 500 regisztrálónk volt. Itt az Anker’tben 350 fővel teltház volt, de lehet, hogy visszamegyünk az Adecco IT Academy gyökereihez, és sokkal gyakrabban, sokkal több kisebb meetupot fogunk szervezni. Még egyelőre nem tudjuk, ez a jövő zenéje.